Sziasztok! Mint elméleti kerékpáros, néha azért bringázok is. Most a körülményekre való tekintettel olyan kört akartam menni, ahol kevés emberrel találkozhatok, és erre a szeleta barlangot céloztam meg egy kis ilyen grével jellegű kör keretében. Nos, a városban tekerve minimális volt az autós forgalom, viszont masszív bringás aktivitás volt tapasztalható, főleg mikor délután visszafelé jöttem, kisebb-nagyobb csoportokba verődve egymás seggében tekertek. Na mindegy, ez az ő dolguk, én minden esetre örültem neki, hogy én nem a felkapott utak egyikén terveztem tekerni. A Büklábánál a Herman Ottó emlékpark előtt rendőrök kontrollálták a forgalmat, intették le sorra az autósokat, de igazából a bringásokhoz nem szóltak, szóval ezzel nem volt gond. Mivel több mint 10 éve nem jártam a Szeleta-barlang környékén sem, ezért terveztem egy útvonalat a Brighton Active-ban, ami ugye OpenStreetMaps térképen tervez. Ez később okozott mókás perceket, illetve a 28-as országúti gumim sem erre a grével felhasználásra készült, de valahogy megoldottuk a dolgot. Szóval, az útvonalat követve, az injekciógyár mellett a Murvás úton indultam el felfelé. Az igazi kalandok a patakon átkelve következtek. Az OpenStreetMaps-en ugyanis mountain bike útvonalat terveztem, ami olyan nyomvonalon vitt, ami sok helyen gyalogosan is nehezen járható lett volna, nemhogy bringával. Ahogy a videón is látható, több helyen toltam, illetve bedőlt fákon mászókáztam át, volt szederbokor is gazdagon, ki is csipkészte a lábamat, imittam ott. Végül szartam a tervezett útvonalra, és a saját fejem után menve, a rendes útra kikeveredve már élvezetesebb volt a bringázás. Több helyen, vannak itt is útra bedőlt fák, találkoztam egy túrázó sráccal, aki a svájci bicskájának a fűrészével tisztította az utat az útra belúgó gajaktól. Elég jó fejség volt tőle egyébként ez. A túrának a bringázás mellett más célja is volt. A GoPro 8-nak a timelapse és time warp funkcióit is kiszerettem volna élesben próbálni. Továbbá most volt az első alkalom, hogy az összes bringás táska rajta volt a bringán, és így mentem kitekerni. A táskák egyébként jól vizsgáztak, egyedül a vásztáska okozott annyi kellemetlenséget, hogy körülményesebb így a vállon vinni a bringát, olyan terepre téved az ember, ahol cipelni kell a biciklit, mint az előbbiekben látható bedőlt fás részen. Illetve a kulacsok ki- és berakása igényel még némi megszokást. Pakolás szempontjából jelenleg több mint elég a hely a bringán ezekbe a táskákba, semmit nem kellett a mezs zsebekbe tennem, a nyeregtáskában és a felső vázra tehető táskában is volt még hely, tehát még oda is tudtam volna még extra cuccokat pakolni. A Szeleta felett lévő kilátóhoz megérkezve, meglepődve tapasztaltam, hogy építettek egy nagy fa pavilont és egy korlátot a kilátóhoz. Ez rohadt jól néz ki egyébként. Teljesen kultúráltan meg tud kajálni itt fent fedett helyen 6-8 ember. Sőt, megkockáztatom, hogy egy nagyobb sátrat is fel lehetne itt pattintani a pavilon közepén, tehát akár én úgy gondolom, hogy itt el is lehet aludni. Még a GoPro 8 a timelapse-el bíbelődött, én elkészítettem magamnak a magammal hozott kaját. Teljesen jól befért a vásztáskába az Amcsi Emere csomagból egy főétel, kompót és egy FRH melegítő is. A kaja mellé betettem még egy kevés vizet a melegedni az FRH-ba, és csináltam egy lightos kávét is magamnak, mert ebéd után az úgy gondolom, hogy jár. Nos, a timelapse így sikerült, ellenfényben ezt tudja nyújtani a GoPro. Érdemesebb lenne itt napfelkeltekor ilyet csinálni, na az se baj, majd legközelebb. Még megettem a kajámat, gyönyörködtem tovább a kilátásban, elég pazar hely ez egy ilyen szép időben. A kilátó mellett megy le egyébként a lépcső sor a Szeleta barlanghoz, egy jó nagy hűvös lyuk a hegy oldalában, van benne néhány denevér. Engem inkább a kilátás fogott meg egyébként, ami a kilátóból nyílik,
de ha már itt vagytok, akkor mindenképpen javaslom, hogy sétáljatok le. A bringát nem javaslom levinni, inkább azt ott fent a kilátónál kössétek le, vagy pedig valaki vigyázzon rá addig, amíg lementek szétnézni felváltva, de ha már ott vagytok, akkor ezt a sétát megéri. Ahogy végeztem a kajával, felraktam a GoPro 8-at a mellkaspántra, és elindultam lefelé. Így alkalmam volt kipróbálni a Time Warp funkciót is, ami voltaképpen egy timelapse stabilizátorral megturbózott változata. Egész jó pofa dolgokat lehet vele kihozni. Lefelé már nem a tervezett útvonalon mentem, hanem egyenesen visszacsorogtam az emlékeim alapján az injekciózen mögött tanösvényre. Itt elég jelentős volt már akkor délután a turista forgalom. A jövőben is tervezek hasonló túrákat, illetve ilyennel kapcsolatos videókat. Nyilván érdemes lett volna beszereznem idő előtt egy pár gravelre alkalmas gumit, de ami késik nem múlik, tehát ez lesz a következő beruházás. Összességében nagyon jó kis túra volt, fentről gyönyörű a kilátás, tehát mindenkinek javasolni tudom, hogy látogasson el ide. Az erdő nagyon szép, egész jó az út, feltéve, hogyha nem az OpenStreetMaps által tervezett nyomvonalat követed. Sikerült a szezon első kullancsát is összeszednem, szóval, hogyha erdőmezőn tekertek utána, nézzétek át magatokat, nehogy bennetek is legyen egy kullancs. Amennyiben tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!